élő halott. Egem ki nem derül, ha jő a kikelet, Egem be nem borul, ha látom a telet. Mint őszi alkonyon a fél köd, Fásult egykedvűség mereng szívem fölött. Ellenség jó barát, végeztem veletek, Senkit nem gyűlölök, senkit nem szeretek. Nincsen semmi örömem, nincs semmi bánatom, Érzelmim, vágyaim mind-mind elaltatom. Óhajtásaim közül ébren csak egy marad, Aludjam én minél elébb a föld alatt. Debrecen 1843. december eleje. 1800 december 1 született Vörös Marti Mihály, 1843. december 1 körül írta Petőfi ezt a lemondó, egy 20-21 éves embertől épp nem várható, szinte halál verset. Irodalmunkban nem is lesz mai párja egészen József Attiláiga, Nincsen apám se anyámig, ez a sok nem meg nincs rányomja, bélyegét erre a versre. Petőfi valóban nagyon lehangolt, sőt, mondhatnám, gyalázatos állapotban volt, mint egy vidéki szintársulat tagja, amely Székesfehérvárból kiindulva bejárja Magyarország keleti részeit. Novemberben még Székelyhidon látjuk most már Debrecen környékén vannak Petőfi, mint Rónai, majd később, mint Borostyán néven játszik szerepeket. Aztán, mivel a sugó megbetegedett, ő is kap egy ilyen megbizatást, persze ő többre vágyakozik, de hát azt is tudni kell, hogy a korabeli színházakban a sugók tartják össze a darabokat, hiszen két-három naponta új és új darabbal kell előrukkolni egy szintársulatnak, és hát bizony ezek a színészek, talán a maiak se tudnak azért ilyen gyorsan szerepeket megtanulni, akkor viszont a sugónak gyakran kell dolgoznia. Petőfi teljesen lesoványodik, Bajzának írott levelében írja, hogy hát legalább két-három hónapba kerül majd a felépülése, mert olyan, mint a csontváz, nincs mit ennie, nincs mit innia. Igen, az összekuporgatott pénzeken az albérletet is alig tudják kifizetni. Már sokat gyára mondom, hogy Petőfinek négy éves kora óta nincs bejelentett lakása. Egész életét tulajdonképpen albérletben, vagy jobb esetben a barátainak jó voltából vendégségben tölti, ahol nem kell fizetni. Életében majd az a csaknem 6-7-es Nászút 1846. szeptemberében, ugyan kigondol erre, hogy három éven belül erre is sor kerül, egy valóságos oázis, tehát mondhatni azt, hogy Petőfi valóban úgy élt, mint egykor az a valaki, akiről azt írják, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Ez a rettenetes szegénység, amely először Pozsonyban az év elején, majd itt most az év végén Debrecenben fogja elkapni egészen az 1800. 44-es év elejéig, amikor aztán tehetetlenségében föl fog kerekedni, hogy elmenjen az ország számára egyik legnagyobb emberéhez, Vörös Marti Mihályhoz, akinél a versei kiadatását kérje. Nos hát ebben a második éhezési időszakban születik ez a vers az élő halott. Nagyon egyszerű itt is a szenírozás. Egem ki nem derül, ha jö a kikelet, egem be nem borul, ha látom a telet, mint őszi alkonya a félhomályú köd, fásult egykedvűség mereng szívem fölött. A fásult lélek költészete ez majd aranyánosra lesz jellemző. De Petőfi is jó néhányszor leírja ezt a jelzőt, hogy fásult az elfásultság, a minden mindegy, a minden hiába valóság érzete sok magyar költőt elkapott élete során, még az olyan tudós és tanár embernek fegyelmezett költőt is, aki valóságos palinódiákat, visszavonásokat kellett, hogy írjon az ilyen fásult verseire, mondvá, hogy daloltuk akkor a minden-mindegy éneket, Babics Mihályról beszélek, tehát a világirodalomban mikor is kezdődik ennek a fásultságnak, ennek a minden mindegynek, vagy a minden hiába valónak az érzetének a kultusza, ami a magyar költészet egyik legnagyobb versét hozta létre, ez 1823-ból való kölcsei vanitátum vanitása. Hát bizony ennek a világirodalmi kifejezése, mostantól számítva három évvel ezelőtt kezdődik Bölcs Salamonnak a Prédikátor könyvével, amelynek szintén refrénszerűen visszatérő szózata, hogy minden hiába valóság, és minden hiába valóság. Amikor az ember nem látja a jó és rossz közötti különbséget, mert hát nagyon alapvető érzésünk azért, és nagyon alapvető felismerésünk kell, hogy legyen, hogy különbség van a jó meg a rossz között. Hát ha eznek a különbséget nem látjuk, akkor mitől vagyunk emberek? Ezért bizonyos értelemben a halálnál is rosszabb tapasztalat, a halálfélelemnél is rosszabb félelem az elfásultságban való időzés és az attól való félelem, ahogy mondja Petőfi, ellenség jó barát végeztem veletek, senkit nem gyűlölök, senkit nem szeretek pedig majd ez lesz 1847. januárjában egyik meghatározó versének az egy barátom, az ifjúságnak a vezér szólama, hogy csak az ne hagyjon el, hogy szeressem a jót és gyűlöljem a rosszat. Petőfi, akkor ki is mondja azt, amit itt most még nem mond ki, mert nem úgy érzés, most egy másik érzéssel kell bajlódnia a a hiába valóság érzésével, amikor hogyan is mondta, senkit nem gyűlölök, senkit nem szeretek, nincs semmi örömem, nincs semmi bánatom, érzelmim, vágyaim, mind-mind elaltatom. Mert olyan rosszul vagyok, hogy jobb nem is érezni ezt a rosszat. Jobb lenne elaludni, elaludni talán örökké, ez munkál a vers végén, jobb lenne a föld alatt, mint most itt a föld felett, ezekkel a rettentő kínokkal, fájdalmakkal, szenvedésekkel, amikor testileg, lelkileg minden sajog az emberben. Petőfinek mondom ezt a versét, majd József Attila fogja megközelíteni a nincsen apám se anyámmal. Ezért is megragadó vers a magyar költészet történet hatalmas folyamában.